Sebastian, gyere, na, ilyen videó még megint csak nem volt. Most ez egy külön helyiség. Sopronba vagyunk. Sziasztok, gyerekik. Hát Sopron Rosengarten van. Most ide jöttünk, Illa. Csütörtöki nap van. Első dolog, amit megnézünk, az a Budi helység. Ez most csak ilyen rögtönzött vlog, mert amúgy nem akartam videót csinálni. Hát itt van a csap, Budisló. Hát szerintem ez így ennyi. Így. Nagyon profilen kártyás a belépési rendszer. Ez nekem még új, tiszta Miami. Itt a Cuzmeier. Itt vannak a szekrények. Full üres. Ez ilyen hotelség, amiben vagyunk. Ó, csipogott. Ó, nem nyílik ki. Biztos itt vannak a maláj kurvák, ebbe elzárva. Itt nincs semmi. Na, és akkor ez itten a szoba. Ilyen képség van. Klímaberendezés szolgáltatás. Kis óvszeres kuka. Na és akkor itt ilyen furcsa dolgok, ezt már mi hoztuk ide így. Ezeket itt, ez a mogyi napraforgó az nem volt itt. Itt ilyen rózsacsipsz van, így la. Hurkapálcika vízbe áztatva. Ez egy külön történet, mert nem tudom mi ez. De, mint megtudtam, ez ilyen narancsfa pálcika, vízbe áztatva, hogy párologjon, és így akkor benne van, és itt érlelődik, itt fonnyad a vízbe, és itt ereszti ki a szagát. Így furcsán néztem, hogy mit keres a hurkapálcika itten a vízbe. Na, menjünk tovább. Ez itt, das ist, két pohárság. Itt meg jön a mini bár, buzi bár. Hol a fókusz, te fiú, gyermek? Na, ez itt, ezt mi hoztuk, meg ez a gó is az enyém. De amúgy ezek itt, ebből lehet fogyasztani, ez mind benne van a szobaárba. Ez ilyen superior hotelség. Na, itt Sopronba. Igen. Ott a fürdő, azt majd külön meglessük, csak ott most baba fürdés van. Baba fürdetés. Itten a cucmák. Ágyi, ágyidó. Itt egy tévé, hát ez van vagy 100 centis, mondjuk. Ezek itt full üresek, már végignéztem. Kerestem itt az ajándékokat, meg ilyesmi. Igen, ez is itt üres. Hát itt ilyen lámpa van, hát ilyen egészen szép, ilyen kis sárga lámpa helyiség. Nem tudom, hol lett abba hagyva. Annyi volt, hogy nincs meleg víz, mármint van, csak ki kell engedni. És akkor már kaptam a parancsot, hogy nézek utána a dolgoknak. De hát, én itt csak egy rabszolga vagyok. Így la. Majd bekukkantunk oda is. Na, dohányozni nem szabad, mert amúgy 10 000 forintot kell fizetni bünkinek. Most ez csak így néz ki, így innen is megnézzük a szobát. Ja. Hát, így. Árakról nem fogok beszélni. Egy átlagos Soproni 3,5 csillagos superiornak mondott ára van, kb. Se több, se kevesebb. Amit hiányolok, azok a maláj kurvák, nem találtam sehol. Így la. Na, és akkor majd megnézzük a fürdőt is. Ja, hallo, ich bin Viktor, und das ist Bahnzimmer. Ja, das ist gut, schön.
Ja, szóval ennyi. Ez itten a fürdő. Szép, látható, és kis ilyen kádas, meg ilyen nyomós. Itt is nyomós. Ez meg itten a ruha, meg a tűcsi. Itt meg ilyen zsepi van, meg ilyen ősrégi hajszárító. Itt meg Viktor. Ja, szóval ennyi, aztán majd még lehet, még lesz valami. Ez most csak ilyen beköszöntő volt, hogy itt vagyok, élek, illa. Ja. Hello. Tűz.